Paks 2 korszerűek és teljesen biztonságosak lesznek az új blokkok. Ménes megszüntette a nyomozást a rendőrség a Strádán rohanó lovak ügyében. Ötvös cirkusz, 5 napon át Pakson vendégszerepel a világhírű alakulat. A Telepaks kistérségi televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Korszerűek és teljesen biztonságosak lesznek az új paksi blokkok, ezt mondta Süli János. A paksi atomerőmű 2 új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembehelyezésért felelős tárca nélküli miniszterjelölt hozzátette, az új erőművi blokkokat úgy építik meg, hogy telephelyen kívüli hatásuk a legkomolyabb üzemzavar esetén sem lehet. Az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságában kedden úgy fogalmazott, indokolt a beruházás megvalósítása, az elmúlt években ugyanis Magyarországon átlagosan 30%-os áramimportra volt szükség az ellátás biztosításához. Süli János hangsúlyozta, a paksi atomerőmű olcsó, fenntartható, az időjárástól független, biztonságos áramellátást biztosít és garantált a beruházás megtérülése. Ismét Pakson állomásozik a Paks 2 ZRT interaktív tájékoztató kamionja. Az utazó tárlatot a város napján a Táncsics parknál, az úszodához vezető bekötő úton tekinthetik meg az érdeklődők. Paks lesz az interaktív tájékoztató kamion országjáró körútjának következő állomása. Május 19-én a Paks 2 ZRT is képviselteti magát a város napja rendezvényen. A tájékoztató kamion a Táncsics parknál, az úszodához vezető bekötőúton 10-től 16 óráig várja majd az érdeklődőket. A Paks 2 ZRT a jól ismert interaktív lehetőségek és eszközök mellett rendhagyó programokkal is készül. A Siesta szigeten babzsákok, függőágyak biztosítják a kényelmet, a legkisebbeket pedig többek között memóriajáték, puzzle, színező várja majd, valamint a Paks 2 ZRT egy 30 fős csapattal részt vesz a halászléfőző versenyen is. Az atomenergiát bemutató interaktív tájékoztató kamion 2009. októbere óta járja az országot, annak idején a Baranya megyei Bodáról indult országjáró körútra. Azóta Magyarország minden 5000 főnél nagyobb lélekszámú településén állomásozott már a kamion. Összesen több mint 300 000 vendéget fogadott. 2017. júniusában ismét körútra indult a tárlat. Tavaly 8 nyári fesztiválon közel 18 000 fő volt kíváncsi rá. Júniustól decemberig összesen mintegy 37 000 látogatója volt. Csak a Volt fesztiválon több mint 3 000 voltak kíváncsiak a kamionra 2017-ben, ez átlagosan naponta közel 500 főt jelentett, mondta el Mittler István, a Paks 2 ZRT kommunikációs igazgatója. Az idei esztendő első negyedévében Zala, Vas és Győr-Moson-Sopron megye 5000 főnél nagyobb lélekszámú településeit kereste fel a jármű, májustól Budapesten tartózkodik. Az országjáró körúton naponta átlagosan 250 látogató tekinti meg a kiállítást. A nagy érdeklődésre tekintettel az utazó tárlat 2018-ban is felkeres 8 nagy magyarországi zenei és kulturális fesztivált, elsőként a Volt fesztivált június 26-a és 30-a között. A Paks 2 ZRT interaktív kamionja a napokban rangos nemzetközi elismerést kapott. Az AtomExpo Awards nemzetközi pályázat társadalmi kommunikáció kategóriájának döntőjében a társaság oklevélben részesült. Az elismerést Lenkei István vezérigazgató vette át az oroszországi Szocsiban május 14-én, a nukleáris szakma egyik legnagyobb konferenciáján és kiállításán, a 10. alkalommal megrendezett AtomExpo-n. Lovak a Strádán nem követett el bűncselekményt annak a paksi tanyának a tulaja, akinek lovai egy éve májusban a forgalommal szemben vágtattak az M6-os autópályán. Baleset szerencsére nem történt akkor, a nyomozást azért szüntette meg a hatóság, mert nem lehetett megállapítani, hogy a kerítés, amin kiszabadult a ménes, hogyan rongálódott meg. Már távolról is hallani lehetett a paták dübörgését tavaly májusban, a jelenetet nem egy western film forgatáson, hanem az M6-os autópályán rögzítette Berkecz Balázs. A képsorokon jól látszik, a több mint 10 lóból álló ménes szemben vágtat a forgalommal. Igazából először nem is tudtuk azt, hogy mit csináljunk. Torma László főtörzsőrmester az elsők között vette észre a ménest, kollégáival az első ledöbben és után azonnal intézkedni kezdtek. Jött az ötlet az, hogy az egyik szolgálati gépkocsival, ami mögöttünk állt, azzal a kollégám, Kenderi Krisztián főtörzsőrmester úr, megfordult, szembe a forgalommal elkezdett hajtani, megelőzte a lovakat nagy nehézséggel, és kéklámpa szirénával próbálta
a közlekedő állampolgárokat leterelni az autópálya területéről. Baleset végül nem történt, a lovakat is leterelték az autópálya melletti pihenőbe, a rendőrségi fotókon jól látszik, itt már nyugodtak voltak. Az eset után eljárás indult a lovaggazdája ellen a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény miatt, a nyomozást azonban nemrég megszüntette a hatóság. Arra vonatkozóan a rendőrség adatokat gyűjtött be, hogy a lovak elszabadulása hogyan történhetett meg. Az eljárás adatai alapján az volt megállapítható, hogy ismeretlen módon a kerítést valaki vagy valami megrongálta. Ennek megállapítása az eljárás során nem vezetett eredményre, ezért az ügyben a nyomozást a Tolna megyei rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztálya megszüntette. A sárga színű drót jelöli az autópálya vadkerítésének magasságát, ezzel akadályozzák meg, hogy bármilyen élőlény a strádára kerülhessen. Egy autós iskola általunk megkérdezett vezetője szerint még a kerítés ellenére is számítani kell állatokra a strádán. Rendkívül események ugye mindig vannak, vagy vadállat, őz, szarvas rákerülhet a pályára, vagy mint az elmúlt évben is ugye volt ez a lovas baleset, illetve nem lett baleset belőle. A teendő a következő. Ugye mindenképpen a vészfülogót ki kell rakni, fékezni kell, le kell húzódni a leállósára, és szükség esetén meg kell állni. Az egy évvel ezelőtti akcióban résztvevő rendőrök munkájukért és lélekjelenlétükért jutalmat is kaptak az ORFK-tól. Amerikában mutatták be a Paksi Alkotók ruha kollekcióját, Juhász Szilvia és Szakó Balázs első közös alkotásai már New Yorkban is sikeresen szerepelnek. Szakmai közönség előtt mutatták be április végén. A tavalyi Fashion Week után kaptak meghívást Amerikába Juhász Szilvia és Szakó Balázs egy divat marketing cégtől. Közös kollekciójukat április 28-án New Yorkban mutatták be. Az alkotópáros külföldi élményeiről, tapasztalatairól mesél stábunknak. Nagyon izgalmas volt, mert ugye természetesen angolul folyt minden. Ugye én nem beszélek jól angolul, nekem kicsit ez nehézséget okozott, úgyhogy ezt mondom is mindenkinek, hogy aki esetleg nem tanult még angolul feltétlenül, mert a nyelvtudás hiány az most nálam például nagyon komolyan jelentkezett, viszont szerencsére volt egy tolmácsunk, aki kisegítette ebbe engem, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes volt az ottani rendezés, egészen más volt, mint ahogy itt Magyarországon rendezik a divatbemutatókat. A divatbemutatón Juhász Szilvia kollekcióját szakmai közönség előtt bloggerek, fotósok és sztálisztok részvételével mutatták be. A ruhatervezőnek egyébként pörgős hétköznapjai mellett ritkán jut ideje önmagára, ezért pihenéssel, városnézéssel és inspirációgyűjtéssel töltötte a napjait. Ez idő alatt Szakó Balázs a kamerái mögül csodálta meg az amerikai tájat. Megkerestem az egyik kedvenc New Yorki fotósomat, Cordy Jennifert, akinek a munkáját már azóta követem, mióta én elkezdtem fotózni. És sikerült vele lebeszélnem egy 2x5 órás workshopot, ahol ő elvitt engem New Yorkba a legjobb fotós helyszínekre, és egy helikopteres repülést a város felett, ami egy nagyon nagy élmény volt, mert egy ajtó nélküli helikopterrel repültünk körbe, New Jersey-ből indultunk, és Manhattan körül repkedtünk egy órán keresztül. Volt olyan nap is, hogy Szakó Balázs éjjel 1 órakor kelt, hogy lefotózhassa a napkeltét New Jersey-ben. Az alkotópáros kalandja még nem fejeződött be, ugyanis június 30-án indulnak Birmingham-i divat bemutatójukra. Ezen kívül őszre is komolyabb felkéréseik vannak már Juhász Szilviának és Szakó Balázsnak, de erről csak később fognak beszámolni. 5 napon át Pakson vendég szerepel a világhírű Ötvös Cirkusz, a sátor már áll az Ürgemezőn, csütörtökön kezdődnek az előadások. A 2 órás produkció címe Generációk és Tradíciók. Az Ötvös Cirkusz igazgatójának, Ötvös Lorándnak 2 kislánya, Lorien és Larissa is fellép abban a nagyszabású produkcióban, amelyet az évszázados múlttal rendelkező vándorcirkusz hoz el Paksra. Az első előadást csütörtökön láthatja a nagy érdemű, az Ürgemezőn felállított sátorban. Sok produkcióval érkeztünk a paksi közönséghez, sok állatprodukcióval, lesznek pupostevék, kiskutyák, lesznek vadállatok, oroszlánok és tigrisek együttes produkciója lesz látható. Itt lesz Mosley, a 46 éves elefánt, aki fellép a műsorban, illetve háztáji állatok bemutatója, ami mindenféleképpen kuriózum a cirkusz világában, hisz szarvasmarhák, sertések, libák, kecskék lépnek fel, ami a cirkuszban nem megszokott.
Izgalmakban is bővelkedik majd az előadás, amelyen az ötvös család tagjai mellett főként külföldi artisták szerepelnek színvonalas műsorszámaikkal. Itt vannak Kolumbiából a sztárartistáink, akik magas drót egyensúlyozó produkciót mutatnak be, illetve biztosítókötél nélkül a halálkerék számot mutatják be. A kislányaim egy levegőkarika számot mutatnak be, 6 és 9 éves kislányok, és hát itt van Joy Costa, a portugál bohóc, aki mindenféleképpen nagyon sokat szokta nevetetni a közönséget, és még sok más meglepetés. Az előadásokra csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton, vasárnap és pünköst hétfőjén pedig 15 órától várja a közönséget az ötvös cirkusz. '92-60-ra kikapott az atomerőmű Ese férfi NB1-es kosárlabda csapata Szolnokon a bajnoki negyeddöntő első mérkőzésén. A piroskékek sokáig jól tartották magukat, de az utolsó negyedben átrohant a házigazda Schmidt Béla együttesén. A párharc az egyik fél 3 győzelméig tart. A Szolnok atomerőmű Ese párharc első mérkőzésére mindkét gárda teljes kerettel állt fel a tiszaligeti sportcsarnokban. A felek közül a házigazda az alap és a középszakaszt is megnyerte, míg az Ase 8. helyen érkezett a rájátszásba. Az első 10 perc kezdetén egymás mellett haladtak előre a csapatok, kemény védekezés és kimaradt dobások jellemezték ekkor az összecsapást. A negyed derekán azonban Ford 7 pontot szerzett egymás után, majd Polyák triplái következtek, melyekre elvétve akadt Paksi válasz. 27-16-ról kezdődött a második felvonás, melyben tovább robogott az olaj, 8-0-val indított, Schmidt Béla cserékkel forgatta együttesét, de Tarand és Barnes is csak felvillanásokra volt képes. 47-33 állt a táblán a nagyszünetben. A térfélcsere után medve pontjaival próbált közelíteni az atom, de minden találatra volt válasza a hazaiaknak. Forddal továbbra sem bírtak a piroskékek, mellette Vojvoda is szépen lassan belemelegedett. A szakasz hajrára azonban a vendégé volt, Hánc és Ogunyami révén csak nem lefelezte az időközben 20 pontos differenciát az Ase. 64-53-at mutatott az eredményjelző 30 perc után. A negyedik, záró periódust azonban a látogatók szempontjából jobb minél hamarabb elfelejteni, ugyanis hihetetlen erődemonstrációt tartott a piros-fekete sereg. Triplák és duplák érkeztek folyamatosan a Paksi gyűrűbe, a piroskék védekezés és támadójáték pedig csődöt mondott. Tetemes különbség lett a vége, pedig sokáig jól tartotta magát a párharc első felvonásán Schmidt Béla alakulata. A végeredmény Szolnoki Olaj KK, atomerőmű Ese, 92-60. Talán egy kicsit a mérkőzés elején kapkodtunk. Ugye megpróbáltak minket kitolni támadásban, messzebb a három pontostól. Ez ahhoz vezetett, hogy nem vittünk végbe egy-két támadást, nem forgattuk meg a labdát úgy, ahogy terveztük. Mindazonáltal úgy gondolom, hogy az eredmény nem tükrözi azt, ami bentről érződött, azért ez nem volt egy rossz mérkőzés. We make first step. Nagyon jó mérkőzés volt. Talán egy kicsiből frissebbek voltunk ma este, mint a Paks, de ahogy a Dragon is fogalmazott, ez csak ugye az első lépés volt ugye itt a rájátszásban. Azt tudni kell, hogy ugye a Paks azért otthon máshogyan játszik, otthon a szurkolóikkal sokkal jobban tudnak ennél játszani, és hát az utolsó pár mérkőzésen is megmutatták, hogy sokkal jobbak, mint amit ma este látunk. Nagyon örül annak, hogy a szurkolók itt voltak ma este, és biztaták a csapatot, főleg akkor, mikor a fiatal játékosok pályára léptek. Menjünk tovább, pénteken következő meccs Pakson. A párharc második mérkőzését Pakson rendezik a Gesztenyés és úti sportcsarnokban május 18-án, pénteken 18 órakor kezdődik az összecsapás, amit a Telepaks csatornáján másnap 17 óra 30 perctől felvételről láthatnak. Szerdán este változóan felhős idő várható, elszórtan zápor előfordulhat, éjszaka már nem valószínű csapadék, a délnyugati szél időnként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 10 fok között alakul. Csütörtökön napközben közepesen és erősen felhős időszakok váltakoznak, elszórtan zápor előfordulhat, helyenként zivatar is kialakulhat, a legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 20 és 22 fok között alakul.
A híradó végén megköszönöm figyelmüket, nézzenek továbbra is minket, ugyanis következik az Én városom legújabb része. Viszontlátásra!